Hello, srácok! Sziasztok! Egy kis naplementés motovlog. Úristen! Kik ezek a naplementében motorozó szlovákiai motorosok? Barátnőmmel egy kicsit jöttünk motorozni. Most ilyen nagyon jó kis idő van. Nincs se hideg, se meleg. Szóval faszán tudunk menni most. Bár ilyenkor az a legrosszabb, amikor megy le a nap, hogy ha pont olyan pozícióban megyünk, akkor eléggé a szembe tud sütni. De még jó, hogy olyan sapink van, hogy le tudjuk engedni a napszemcsét benne, és akkor nem süt a szemünkbe. Konkrét terv nincsen mára, csak annyi, hogy egy kicsit motorozunk, lötyögünk, és utána megyünk haza. Barátnőm már kb. 3 hete nem is ült a robogóján. Most eléggé hidegek voltak, szóval autóval járt melóba. Pont említette is, hogy rendesen egy kicsit fura volt neki visszaülni a motorra. Hát, és ez nem is olyan nagy idő, ha úgy veszitek. Ugye 3 hét az nem nagy idő. Majd amikor tavasszal visszaül, így délután a motorra, az lesz nagyon furcsa. Ezt én is annyira szeretem, amikor jön a szezon, előveszik a motorokat, és az első startolás, az is nagyon brutális szok lenni, olyankor ugye meghalljuk a motornak a hangját, és olyankor mindig elgondolkodik az ember, hogy azt a rohadt ilyen szörnyeteg lapul a garázsomban. Na meg aztán a maga a motorozás is kicsit ugye szokatlan annyi idő után. Bár most, hogy télen fogunk endurozni, azért nem lesz olyan fura szerintem. Bár azért az endurozás és így a motorozás azért eléggé különbözik, de érzés ugyanaz. Motoros szív. Ez ilyen kis random videó lesz, srácok. Szóval nem nagyon fogok ilyen témákat feszegetni most. Élvezzük a motorozást, aztán ha valamit éppen gondolok, hogy látok, akkor így megkommentálom nektek útközben. Oké. Be is értünk Jelésházára. Itt amúgy nagyon sokáig csinálták az utakat idén. Aki járt errefele, az biztosan tudja, hogy miről is beszélek. Nem tudom most mit csináltak itt konkrétan, de jó pár videóban is láthattátok a régebbiekben, amikor ellefele jártunk, hogy szét van a bombázó az utak, egy csomószor várni kell, stb. Láthatjátok is az aszfaltot, hogy más színű jobb oldalt, bal oldalt. Ez pont ez véget van, amit mondtam. Ha jól tudom, akkor azt hiszem, hogy a kanalizáció éget volt itt szétrombolva. Azt csinálták, tehát úgy néz ki, hogy már befejezték, hál' Istennek. Itt Jelésházán is amúgy nagyon jó búcsú szok lenni minden évben. Emlékszek minden évben itt rengeteg búcsú szokott lenni. Itt a jó öreg kocsma is. Itt lehetett inni a kis itókákat. Kofola, sör, feles. 1, 2, 3. Aztán már egyből bátrabban ült bele ember mindenbe. De soha nem ittam, úgyhogy maximum csak kofoláztam. Nézd ki, hogy nappal szembe megyünk. Le is rakom a napszemcsit. Ha megtalálom a sapi oldalán. Megtaláltam, szuper.
sokkal jobb. Jól lenne dönteni a motort is, de az a baj, hogy az aszfalt eléggé hideg. Hiába van mondjuk 22-23 fok ilyenkor, de az aszfalt már nem melegszik annyira. Szóval azért ésszel kellene kihúzni. Szépen egyenesen ül a barátném a motoron. Olyan, mint egy kis úri hölgy. Úristen, ki ez a királynő. Elég jó motoros cipőt vett magának a barátném. Azt használja most már minden motorozásnál. Állítólag egész kényelmes is neki, és nagyon jó benne motorozni is. Akkor próbálta a KTM-emet, akkor is mondta, nagyon jó. Jól érzi benne a váltót, stb. Ugye a robogón nem kell sok mindent érezni abban a cipőben, de azért jobb, hogyha van az emberen olyan cipő. Én is rendeltem magamnak a új motoros csizmát, de sajnos nem volt jó. Erről majd lehet, hogy csinálok nektek egy külön videót, mert az a sztori szerintem megér egy külön videót. Lesz mit benne mesélnem, amilyen tapasztalataim vannak a online rendelésből. Úgyhogy így. Öntözik a földeket is. Vagy nem tudom, ilyenkor még mit ültetnek, vagy mit lehet ilyenkor termeszteni. Így, hogy már lassan októberben megyünk befele. Na, álljunk meg a stoppon. Körülnézünk jobbra-balra. Úgyhogy mehetünk is. Filózunk amúgy azon is, hogy jövőre beújítunk egy nagyobb motort a barátnőmnek. Nem biztos, hogy eladjuk a robogót. Meglátjuk, attól függ, hogy milyen árban fognak menni használtak. És azon gondolkodok én is, barátnőm is, de főleg én amúgy. Hogy egy 250-300-as motort venni neki. Legjobb lenne egy 300-as Ninja-t, vagy egy öregebb 250-es Honda-t, vagy akár egy R3-as Yamaha-t. De az a baj, hogy olyan drágáira árulják használtan ezeket a motorokat, hogy az valami nagyon durva srácok. Emlékszem, annól 5000-ért vettem én a 300-as Ninja-mat, és most a 2013-as, 14-es 300-as Ninja-k 3000-3400-ért mennek. Szóval nagyon durva, már lassan 8 éves motorok. És ugye szarabb benne a technika, stb. Minden, és szinte alig ment le az eredeti árából. És ha megnéztek mondjuk ezt a motort, ami nekem van, ez újonnan 11.000 euró, ez a 690-es lyuk, és használtan a 2017-es modell 5-6.000 euró. Szóval a felét el is vesztette az értékének ez a KTM. Ellentétben a Ninja-val, meg a Yamaha-val, a kis 300-osokkal, azok nem vesztették el a felértékét csak a motornak. Szóval, ami akkor volt 6-7 éve 5000, 6000, az most ilyen 3-4000, szóval nagyon durva. Szóval még mindig többért árulják, mint a fele. Maximum 1500 eurót vesztett az értékéből. Például a 5000 eurós Ninja. Úgyhogy nagyon durva. Szóval 2500 helyett ilyen 3000-3500-ért árulják. Én
és ez a KTM például, ami nekem van, még sokkal fiatalabb motor is, és már csak a fele pénzét árulják. Úgyhogy van durva. Így 4 év után, ugye, tegyük hozzá. Itt azért már kicsit hűvösebb van amúgy. Már lejjebb ment a napocska. De lassan amúgy búcsúzok is, srácok. Mert indulás előtt néztem, és már csak ilyen 20 percnyi játékidő volt az Elemen. Szóval már egy ideje motorozunk is. Úgyhogy szerintem jobb lenne elbúcsúznák, mielőtt nem erülne a kamera. És másik dolog a diktafon. De is olyan volt, hogy már csak egy csík volt a 4-ből. Szóval annak se jósolok valami sokat. Remélem tetszett ez a kis random motoros videó. Ha igen, és szeretnétek még többet, esetleg tartalmasabb videókat, amik lesznek. Csak vannak ilyen töltelék részek is, amikor egy randomba van nyomva, és nézegetjük a falvakat. Na szóval, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnél még többet látni, akkor iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, de mi legfontosabb, iratkozz fel, mert a legtöbb ember, aki nézi a videókat, az nincs feliratkozva sajnos, és ez elszomorít minket. Az a cél, hogy évvégére legyen meg az 1000 feliratkozó, srácok, szóval lesz rajtatok el. Ha elérjük évvégére az 1000 feliratkozót, akkor lesz egy nyereményjáték. Szóval hajrá, hajrá! Találkozunk legközelebb! Addig is sziasztok, motorozzatok sokat, hello!